szeretném ma újra talpra állni ez a zene továbbjabbin, és ezért írtam ezt a könyvet. Szeretném, ha megmaradna, fiataloknak lenne egy ilyen okulás, és ugye a fiatalok olyan szemmel néznéjék ezt a dolgot, mint egy művészet, és ugye újra megint feléledne ez, hiszen a kerék az gömbölyű, visszatérhet bármikor. Felváltva mondjuk azt, hogy magyar nóta és cigányzene. És ez a két felé való kötődés mutatja tulajdonképpen a kapcsot a két kultúra között. Költő Ady Endre estéihez mindig hozzátartozott a cigányzene. Jókai Mór számos regényében megidézi. És hát Krúdi Gyulának sem csupán a temetését kísérte végig a cigányzenekar. Benne van a falvaim története, nem csak öröme, hanem bánata, keserve is. Benne van az egész életünk. A hegedű beszél, beszélgetnek vele a hallgatók is nagyon fontos dolgokról. A magyar népzene szülöttje lett a cigányzene. Mert amikor még emlékszem rá, beszélték magyar márkáim, az a legendás ügyű kárgyelek, akkor jó hosszú vonalúval muzsikált. Sírt a kezében a hegedű, itt lakott a patakparton, ugye? És a Gócofer Klubácsi, a bőgős, kísérte. Hát szóval, akkor ők mindig azt mondták, én hallottam, te, ezt a nótát meg kellene tanulnunk, mert ez, ennek meg annak a nótája. Ugye? Tehát a magyar emberek a néptaluk után teljes egészében magáévá tették a magyar. Pankoszi cigányzenész vagyok, itt kaptam a kezemben a hegedűt, itt kezdtem el hegedülni. A könyv az felidézi nekünk a pankoszi cigányzenész dinasztiákat. Ide hozza azokat az embereket, akik a hangszerek mögött állnak. Ide idézi az emléküket. Azt az időt, mikor még a ládagyárban dolgozva, vagy éppen a téglagyárban munkálkodva, hazatérve még a kemény fizikai munka után is kezükbe vették a hangszeret. Azt az időt, amikor egy átmuzsikált éjszaka után munkába álltak, akár pihenés nélkül. És megismerted velünk régi praktikákkal. Néprajzi értéke is van ennek a könyvnek. Megismerted bennünk például a gyanta készítéssel, én is ilyet használok, zárójelbe hadd mondjam meg, hogyan kell szőrözni a vonót, és hogy a szerzőnek az édesapja még hogyan tudott
jó bélből húrokat gyártani. Ez a kiadvány népismereti órákon nagyon alkalmas arra, hogy beszélgessenek a helytörténeti, a néprajzi, a művelődés történeti értékekről. És néhány példát, hogyha próbálok említeni, akkor a cigány szernek a társadalom néprajza hogyan nézett ki a településen belül, hogy a magyarok cigányok viszonya milyen volt akkor és milyen most, vagy a cigány báloknak. Nekem is érdekes volt, mert ugye én nem ezen a cigányzenén nőttem fel, hanem a folklorzenén, és nagyon érdekes volt azt olvasnom, hogy a cigánybáloknak mennyire kötött volt a műsora, a szerkezete, és hogy milyen nagy várakozással készültek a bálokra, vagy a pankaszi búcsú mennyi sok értéket rejt az olvasó számára, de ugyanúgy a hangszereknek a karbantartása mit jelentett egy falusi zenész számára. Beszélget meg, hol ingatlanult fele. Pankasz arról híres, hogy bizony 6 zenész dinasztia nőtt itt fel ebben a faluban, aminek a nyomait még egy évtizeddel ezelőtt is lehetett látni. Én magam egyszer jártam házról házra végig a választásokkor ezt a falut, és hol egy bőgő volt neki támasztva a szekrénynek, hol egy hegedűt reperáltak, hol arról panaszkodott a házigazda, hogy tüdőtágulása van a klarinéttól. Hát mondom, ilyen muzikális falu a világon nincsen. Nos, hát viszont az elmúlt egy évtized azt mutatja, hogy az utolsó mohikán írta meg itt a könyvet, a pankaszi cigány zene történetét, és azért lehet ez fájó, az a végkifejlet, hogy nincs tovább, mert meggyőződésem, hogy mind az Európai Uniós támogatási rendszer, mint a magyar erre egészen biztosan forrásokat biztosítana. Let's see.